Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mikor megtértem, akkor nagyon azt éreztem, hogy éveket pocsékoltam el az életemből, és szerettem volna valahogy pótolni azt, azért a szeretetért, amit minden nap érzek az életemben. Ezért vagyok itt az Amazonon. Sokszor ezek az emberek úgy érzik, hogy el vannak felejtve az őserdő mélyén, a városoktól távol, ahol elektromos áram sincs, és ez a szívemnek az öröme, mikor ide érhetünk hozzájuk, és beszélhetünk nekik, megmutathatjuk nekik, mit jelent az, hogy Isten nem felejt el senkit, hogy egyenként mindenkiért meghalt Krisztus, és hogy ő értük is, és hogy mondja van rájuk. Azok, akik már keresztények és imádkoznak és várnak segítségre, azok is látják a csodát, hogy sokszor a világ másik részéről hozunk csoportokat ide, mert azoknak a szívében mozdítja meg Isten azt, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Így támogatjuk a fizikai életüket, így építjük, segítjük az érzelmi és különösen lelki életüket, hogy megismerjék Krisztust, az üdvösséget és azt, hogy az örök élet az, amire minket Isten teremtett. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abba, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Megvan írva, milyen kedvesek azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik.